Rendhagyó módon a mostani videónkban egy picit visszautazunk az időben, ugyanis Kurt Gödel, osztrák matematikus és tudományfilozófus szövevényes, szinte filmbe illő életéről és borzalmas, sötét, egyben utolsó időszakáról lesz szó. A 20. század egyik legzseniálisabb koponyájára élete alkonyán ugyanis olyan erős paranoia tört rá, hogy szó szerint félt az evéstől, méghozzá olyannyira, hogy halálra éheztette saját magát. Amikor végül beutalták a kórházba, olyan volt, mint egy élő csontváz, és mindössze 29 kiló volt. Mi vezethetett idáig? Miért volt hajlandó csakis és kizárólag símaszkban kimenni a szabadba? Miért nem bízott többé egyetlen ismerősében sem? Egy meg nem értett, de annál huszább, páratlan elmébe fogunk képzeletben elutazni és betekintést nyerni rendkívül nyugtalanító történetünk erejéig. Ahogy mondani szoktam, öveket becsatolni, vágjunk is bele. Ki is volt Kurt Gödel? Joggal mondhatom, hogy a valaha élt egyik legnagyobb emberek egyike. Igazi nagy koponya, aki fényt vitt az amúgy olykor ideológiai és egyéb értelemben is félhomályban lévő 20. századba. Az osztrák-magyar monarchia idején született Brünnben 1906. április 28-án. Már általános iskolában is megmutatkozott elképesztő tehetsége a tudományok iránt, mert mindenben kitűnő volt, akárcsak középiskolában. Ez utóbbit ugyanis kitüntetéssel fejezte be 1923-ban. Mondanom sem kell, egyenes út vezetett a Bécsi Egyetemre, és az ott látott egyetemi anyagot már rég ismerte, mire beiratkozott. Agyban és tudásban ugyanis jóval előrébb járt a társainál, de számos tekintetben még a tanárainál is. Egyetemen töltött évei alatt találkozott a későbbi feleségével, Adél Nimbruskyvel. Disszertációja az elsőrendű logika teljességi tételét tartalmazta. Érdekes, mondhatni már ekkor meg-meg csillant a lángelme mögötti bizarr gondolkodásmód is. És ahogy mondani szokták, az őrült embert egy hajszál választja csak el a zsenitől, és ugyanez visszafelé is igaz. De erről majd később, hamarosan odajutunk a történetünkben. 1930-ban megkapta a PhD fokozatot, 1931-ben pedig az általa híressé vált úgynevezett nem teljességi tételét adta ki. Röviden és egyszerűen megfogalmazva, a nem teljességi tétel bizonyításának kulcsgondolata az, hogy Gödel megadott egy formulát, ami pontosan akkor igaz, ha nem bizonyítható. Így, ha csak rendszerünk nem ellentmondásos, sem a formula, sem a tagadása nem bizonyítható. Kevesen tudják, de Gödel találkozott Einsteinnel is, és egy időben szoros barátság alakult ki közöttük. Voltak finom előjelek, dolgok, amik gyöngéden meglökhették a paranoia felé vezető lejtőn. Például Moritz Schlick fizikus, egyetemi professzor, akit maga Gödel is nagyon tisztelt, 1936-ban egy merénylet következtében életét vesztette. A merényletért egy náci szimpatizáns diák volt a felelős, aki szimplán nem értett egyet a professzor politikai nézeteivel, ezért fogta és a Bécsi Egyetem lépcsőjén nemes egyszerűséggel agyonlőtte. Egyes történészek ekkorra, erre a pontra és élethelyzetre datálják azt, hogy Gödelben kialakult az a rögeszmés gondolat egy idegösszeroppanást követően, hogy őt is meg akarják ölni. Ausztria 1938-ban az Anschluss után a náci Németország része lett. Gödel félt a besorozástól, eleve gyönge egészségi állapota ellenére is tartott attól, hogy ez bekövetkezhet, ezért 1940. januárjában feleségével elhagyta Európát és Amerikába menekültek. 1940. március 4-én érkeztek meg, majd telepedtek le, ahol Gödel ismét állást kapott. Talán mostanra megfogalmazódott bennetek az, hogy oké, furcsa egy szerzet volt, egy magának való lángelme, de kicsoda is volt ő valójában. Hogyan őrült meg? Mi vezethetett idáig? Nos, ehhez tudni kell, hogy Gödelt még 6 éves korában egy reumás láz támadta meg, aminek az lett a következménye, vagyis szövődménye, hogy egész hátralévő életében gyenge volt az immunrendszere, valamint jelentős szívproblémákkal küzdött. El kellett fogadni a helyzetet és abban a tudatban élt mindvégig, hogy élete törékeny és bármikor véget érhet. Éppen ezért depresszióval és folytonos idegességgel küzdött, idővel pedig hihetetlenül paranoiássá vált. Olyannyira bizalmatlan volt mindenkivel, hogy lényegében csak feleségében és magában Albert Einsteinben bízott meg. Idővel Gödel egyre inkább egy magának való, szorongó, csendes és visszahúzódó személyiségben nyomását keltette. Olyannyira elkezdett a saját maga gondolataiba bezárkózni, hogy az amúgy is mélyen vallásos tudós végül tisztán logikai alapon levezette Isten létezésének bizonyítását, Leibniz tézisére alapozva. Azonban ezzel párhuzamosan mentális állapota is egyre mélyebbre süllyedt. Továbbra is egy lángelme volt, egy igazi zseni, viszont egyre nehezebben tudta felvenni a kapcsolatot az emberekkel, feleségén és professzortársán kívül.
evészavara ekkor kezdett el erőteljesebben jelentkezni. Egyre bizarabb ételeket fogyasztott. Vajat, bébi ételt, és gyakran félt attól, hogy meg akarják mérgezni, ezért nem volt ritka, hogy mindezek után hashajtót fogyasztott ebédre. 1955. április 18-án pedig szeretett barátja és társa Einstein halálhírét megtudva még inkább eluralkodott rajta a sötét paranoia. Innentől kezdve vette a fejébe azt, hogy őt tulajdonképpen el akarják tenni láb alól a szakmai és egyéb sikerei miatt. Sőt, egy ponton volt, hogy Einstein halálát sem tartotta véletlennek, és összeesküvés sejtett a háttérben. Nem volt hajlandó senkivel sem találkozni, noha rendszeresen találkozókat beszéltek meg vele, egyszerűen nem ment el azokra. Sőt, annyira féltette az utolsó időszakban az egészségét, hogy csak símaszkban volt hajlandó kimenni a szabadba, ami a szemén kívül a teljes arcát befette. 1975-ben Gerard Ford, amerikai elnök, nemzeti tudományos érmet adományozott Gödelnek. A tudós azonban nem volt hajlandó Washingtonba utazni, hogy személyesen vegye át a kitüntetést, pedig az elnök magánrepülőt és autót is felajánlotta számára. Tényleg nem volt már emberi lélek, akiben bízott volna a feleségén kívül Einstein halála után. A legsötétebb fordulópont a tudós életében 1977. decemberében jött, amikor a feleségét egy rutin műtét miatt kórházba kellett szállítani. A lábadozási idő azonban hosszabb volt, így egy feloldhatatlan helyzet jött létre, mert Gödel nem volt hajlandó mástól ételt elfogadni, csak is tőle. Felesége volt ugyanis az, akire ezekben a nyomasztó, paranoid időszakokban leginkább számíthatott, aki a támasza volt. Ő kóstolta neki elő az ételeket, és ő volt az, aki megcsinálta neki azokat, már ha éppen nem bébi ételen és máson élt, mint ahogyan azt egyre többször tette. Mivel nem volt, aki előkóstoljon, így nem vett magához semmilyen ételt. Szó szerint félni kezdett az evéstől, olyan mélyen bekerült ebbe a paranoid spirálba. Közel 2 héten át nem evett semmit. Egyedül csak némi folyadékot vett magához, állítólag víz formájában. Szó szerint csont és bőr múmiává vált, mindösszesen 29 kilósra fogyott. Anyagcseréje rendkívül lelassult, és már nem végzett semmiféle fizikai tevékenységet, csak feküdt az ágyban, néha felült, de már semmihez sem volt ereje. Senki sem tudja, hogy miért nem készített saját magának ételt. Talán azt gondolta már, hogy a boltban is megmérgezik az általa vásárolt dolgokat. A paranoia ezen szintjén már nem szabad értelmet és logikát keresni. Végül, amikor felesége hazatért, egy igazi élő csontváz várta. Azonnal a Princeton Egyetem kórházába szállították Gödelt, de egyszerűen már nem volt megmenthető, visszahozható állapotban. A zseniális, de élete alkonyára teljesen megőrülő matematikus 71 éves korában 1978. január 14-én belehalt a saját maga által előidézett éhezésbe. A tanulmányok azt mutatják, hogy a szélsőséges koplalásnál számít a plusz zsírréteg. Az egészségesebb és vékonyabb emberek szervezete a koplalást csupán a testsúly 18%-os csökkenéséig bírja jól. Táplálék nélkül 30-50 nap után legyengülnek, a halál pedig általában a 43. és a 70. nap között következik be. A túlsúlyos emberek esetében ez máshogy zajlik. Gödel eléggé vékony alkat volt, főleg élete utolsó szakaszában, mivel egy jó ideje eleve alig evett, vagy ha evett, azok az ételek is hamar távoztak belőle a paranoiája miatt bevett hashajtóktól. Egy alapvetően máig meg nem értett zseniként indult, amit végül beárnyékolt a rajta szép lassan túlnövő őrület. Erre mondják sokan azt, hogy egy zsenit és az őrültet csak egy hajszál választja el egymástól. Ki mit gondol erről az egészről, és Kurt Gödel különös, megismételhetetlen életéről és személyiségéről? Előre kódolva volt a sorsa eleve furcsa életútja nyomán, vagy történhetett volna másképpen is? Írjátok meg kommentben!